Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ha elkezdhetjük a sajtótájékoztatót, akkor bele is vágnék. Köszönöm, hogy ilyen nagy létszámban eljöttek. Fontos nap a mai sok szempontból. Én elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt napokban, mint ma már minden magyar ember számára világos, kiderült, hogy a szocialista, a baloldali kormányok alatt a szervezett bűnözéstől pénzek érkeztek a baloldali párthoz, a baloldali politikusokhoz. A másik, hogy ez a maffia baloldal a bűnözőket arra kérte, hogy bírákat, ügyészeket, közéleti szereplőket járasson le. Ennek a hétnek a felismerése, ezek a ma már rendelkezésre álló dokumentumok arra mutatnak rá, hogy 2008-ban az akkori baloldali kormányzás alatt hogyan is mentek a dolgok, és mindannyian sejtjük, valahogy érezzük, hogy ez csak az első állomása, csak az első kis apró megismert részlete az akkori jogfelfogásnak, közjogi berendezkedésnek, demokrácia felfogásnak és az akkori közállapotoknak. Mindannyian valahogy úgy érezzük, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy nem ez volt minden. Azt is mindannyian érezzük, hogy tisztességes ember ilyet nem csinál. Ez nem pártkérdés. Mindannyian világosan látjuk az elmúlt napok megnyilatkozásai, és egyébként személy szerint a hozzám beérkező levelek, e-mailek alapján is, hogy sok jó érzésű, még baloldali embert is felháborít az, ami történt. Éppen ezért nyugodtan kijelenthetjük, nem pártkérdésről van szó, hanem arról, hogy tisztességes ember ilyet nem csinál. Ilyet csak tisztességtelen emberek csinálnak. Ilyet csak olyan emberek csinálnak, akik nem kultúráltak, semmilyen kötődésük nincs az európai normákhoz, semmilyen szilárd alapokon nem áll a demokrácia felfogásuk, és semmilyen körülmények között nem tartják tiszteletben a jogállamot. Tehát legyen bármilyen pártnak is a szimpatizánsa az, aki ismeri azt a történetet, ha tisztességes ember, ha becsületes ember, ha rendes ember ezt elítéli, mint ahogy sokan meg is tették. Az elmúlt napoknak a legnagyobb, mondhatni, hogy sikere, hogy a többek között az önök jó voltából a magyar emberek betekinthettek ezekbe az ügyekbe. A nyilvánosság jót tett az elmúlt 20 év egyik legnagyobb politikai botrányának, és ismerté tette az akkori világnak a idézőjelbe tett normarendszerét. Azt is látjuk, hogy a baloldali szereplők egyre intenzívebb és egyre idegesebb nyilatkozatokba fognak, mentik a bőrüket, egyre jobban érezni a levegőben, hogy egészen Gyurcsánytól Bajnaig mindenki a lehető legjobban igyekszik elhatárolódni attól a korszaktól, amikor ők voltak kormányon. A helyzet abszurditását mindenki ítélje meg maga. Egymásnak üzengetnek, ideges kapálózás kezdődött ebben a történetben, ám volt egy érdekes momentum, amelyre sokan felkaptuk a fejünket, ez pedig Gyurcsány Ferenc főtanácsadójának, Gréczi Zsoltnak az a nyilatkozata, amelyből azt lehet kiolvasni, hogy ők nem értik, a demokratikus koalíció nem érti, hogy Bajnai Gordon és a csapata, a kivásárolt LMP-sek miért határolódnak el ilyen messziségbe a Portik Laborc ügytől, hiszen a DK szerint Bajnai Gordonnak éppen annyi köze volt ehhez az ügyhöz, mint Gyurcsány Ferencnek, és ahhoz a kormányhoz éppen annyi köze volt Bajnai Gordonnak, mint Gyurcsány Ferencnek. Úgyhogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy még maga a DK is értetlenkedik ebben az ügyben, és mindannyian csodálkozunk rajta valóban, most már akkor mondhatom szintén, hogy pártfüggetlenül, hogy Bajnai Gordon miért is játssza a szűzlányt ebben a történetben. Ő megint mossa a kezeit. Valamiért újra az a retorika került elő, hogy ő nem volt ott, nem tudott róla, nem tehet róla, nem tehetett mást, ő bizony csak jót akart, ő nem is ismeri ezt az egész dolgot, semmi köze hozzá. Nem az első eset. Emlékszünk rá, mind az államadóság, mind az IMF hitelek kapcsán, mind a gazdasági válság kapcsán, és most már úgy látszik minden régről előkerült zűrös ügy kapcsán,
Az a hivatalos bajnai álláspont, hogy nem tud róla, nem tehet róla, nem is ismeri az ügyet, és semmi köze hozzá. No hát, ilyet sem csinál tisztességes ember. Ezt hívják ugyanis sumákolásnak. Hogyha valaki felvállalta egy korszaknak, akár a miniszteri szintjén, akár a miniszterelnöki szintjén a politikai felelősségét, annak előnyeit, annak minden egyes terhét, a mindennapjait, akkor legyen kedves, vállalja fel annak a politikai következményét és a felelősséggel járó következményeket is. Maga Gréci hívja fel egyébként írásában a figyelmet arra, hogy Bajnai Gordon kormányzásának első fél évében Laborca helyén volt, és az utóbbi napokban megjelent Bajnaiéktól származó hírekkel ellentétben Bajnai nem menesztette őt. Bajnai sem bújhat ki a felelőssége alól. No, érthető tehát az idegesség a bal oldalon, érthető az egymásnak való üzengetés, ám ma mégis az urak összeülnek, a maffia baloldal egykori szereplői ma ismét találkoznak, kíváncsian várjuk, hogy mit fognak mondani. Azt a veszélyes politikai berendezkedés, azt a veszélyes politikai kultúrát, azt a veszélyes gazdaságpolitikát, amit most már mindenki számára láthatóan ők korábban folytattak, igyekeznek visszahozni, igyekeznek olyan összefogást, olyan rendszert teremteni, amikor újra a hatalomhoz juthatnak. Számukra az ország irányítása, a nemzet, az nem egy szolgálat, hanem a konc, amiért alkukat, paktumokat, megállapodásokat és egyebeket kell kötni. A legalapvetőbb erkölcsi normákat lépték át 2008-ban, mondhatni íratlan szabályokat. Nem győzöm hangsúlyozni, pártfüggetlenül tisztességes ember ilyet nem csinál. Ám de mi történik, ha ugyanezek az emberek, csak más pártneveken, de akármilyen pártnéven ismét kormányzáshoz jutnak, vajon ismét egy asztalhoz ülnének-e a bűnözőkkel, Portik kint lenne, Vizovicki kint lenne, el lehetne engedni a gyerekeket normálisan a szórakozó helyekre, a fiatalok félelem nélkül mehetnének-e szórakozni, megtennék-e újra, hogy az európai normákkal, a magyar demokratikus értékekkel és mindennel ellentétesen bűnözőktől, szervezett alvilági bűnözőktől pénzt fogadnának el, megtennék-e újra, hogy egy asztalhoz ülnek ilyen emberekkel, mert nekik, ha jól látjuk, ez is belefért, és megtennék-e újra, hogy bírákra, ügyészekre, közéleti szereplőkre, az ő lejáratásukra adatot gyűjtsenek, vagy kreáltassanak bűnözőkkel. Erre várjuk a válaszokat a mai nap, és felhívjuk Bajnai Gordon figyelmét, hogy most már egykori mentora, Gyurcsány Ferenc is értetlenül áll az ő viselkedése előtt. Azt a fajta sumákolást, amit ő valamennyi ügyben művel, azt kevesen nézik, egyre kevesebben nézik jó szemmel. Amit még szeretnék önöknek elmondani, hogy jövő kedden a Fidesz parlamenti frakciója javaslatot fog tenni arra, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság keretein belül milyen formában vizsgálódjunk tovább. Számos, számtalan kérdés áll még a Laborc-Portik ügy hátterében, előzményei és következményei között is. Nyilvánvalóan a parlament erre illetékes szakbizottságának ebben az ügyben feladata van. Kedden ismertetni fogjuk az álláspontunkat mind a közvéleménnyel, mind a parlamenti képviselőkkel, az illetékes frakciókkal a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, hogy mely az a parlamenti bizottsági forma, mely az a megfelelő parlamenti metódus, amelyben minden parlamenti párt vagy frakció tagjának a bevonásával szeretnénk a további kérdéseket is tisztázni. Mint ahogy utaltam már rá, szükséges lesz tisztázni az alvilág, az Energol-RT és a politika kapcsolatát, szükséges lesz tisztázni, hogy mi volt a Laborc-Portik találkozók előzménye és háttere és következménye,
és számos egyéb kérdést, ami ebben az ügyben felmerülhet, közérdeklődése tartat számot, és ameddig megnyugtatóan nem rendeződik, ameddig nem rendelkezünk ezekkel ismeretekkel, vagy ezekről ismeretekkel, addig bizony mindannyian csak arra tudunk gondolni, hogy vajon mi minden történhetett még akkoriban. Akkoriban, amikor azt is megtették, amit egy jó érzésű, becsületes magyar ember soha nem tenne meg. Én ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Első körben azt szeretném kérni, hogy az üggyel kapcsolatban tegyék fel a kérdéseiket, és ha nincs, akkor ha van más témában, akkor állok rendelkezésükre. Parancsoljon! Boros Krisztina vagyok az RTL híradótól, és van az üggyel kapcsolatban és azon kívül is kérdésem. Az üggyel kapcsolatban, hogy nem kellene a teljes felvételt nyilvánosságra hozni önök szerint. A másik kérdés az az, hogy ön tud-e arról, hogy állítólag ebben a beszélgetésben Portik említ egy jelenlegi kormánypárti politikust és egy kormánytag nevét is. Mondjam a másik témával kapcsolatos kérdést. Előbb erre hadd válaszolja. Hát hogy ne tudnék róla, éppen ez a probléma. Tehát ez az, amit egy tisztességes ember nem csinál meg. Erre utaltam az előbb, hogy bírákra, ügyészekre és közéleti szereplőkre terhelő adatokat akartak gyűjtetni az akkori kormányok, a kormányok alatt álló szervezetek bűnözőkkel. Ez az, ami felháborító. Ez az, ami egy európai országban nem történhet meg. És ahol megtörténik, vagy akiknek a regnálása alatt megtörténik, azokról bátran kijelenthetjük, hogy az égvilágon semmi közük nincs a jogállamhoz, a demokráciához és az európai normákhoz. Ne is akarják magukat, kultúrát európai embereknek mutatni, mert ilyen és ehhez hasonló ügyek esetében más európai tagállamokban már rég belebuktak volna az illetékes politikusok, ehhez képest Magyarországon ők a leghangosabbak, és ők kiabálnak manipulálást. Az első kérdésére pedig az a válaszom, hogy nyilvánosságra hoztuk a teljes hanganyag leíratát. Itt egyetlen dolgot igyekeztek a baloldali politikusok kétségbe vonni, hogy ez megegyezik-e a hanganyaggal. A hanganyag nyilvánosságra hozatala az egy külön eljárásban történhet meg. Az szintén egy olyan hosszú procedúra, mint a leírat. Ezzel ők időt akartak nyerni. Ezt a problémát akartuk úgy feloldani, és ezért javasolta egyébként a belügyminisztérium, hogy valamennyi C-típusú tanúsítvánnyal rendelkező parlamenti képviselő, köztük Vadai Ágnes képviselőasszony is, bátran menjen be hétfőn a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz, megteheti, van erre felhatalmazása, és akár egészében, akár szúrópróbaszerűen hallgassa végig a felvételt, és hasonlítsa össze a szöveggel, hogy ugyanaz-e. Amennyiben ugyanaz, kérjen elnézést a belügyminisztertől, egyébként ne reménykedjen senki, ugyanaz a szöveg, mint a hanganyag, de az egész hét áttematizálása, manipulálása a baloldal részéről nyilvánvalóan azért történt ebben a mederben, hogy a hitelességét kétségbe vonják, nem, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez így történt. Ez így történt, az lesz a legmegdöbbentőbb a hétfői napban, hogy ez pontosan így történt. Tehát indokolatlan ezt a külön hetekig tartó eljárást ismét kezdeményezni. Semmiből nem áll egyébként, szeretném hangsúlyozni, de rengeteg idő elmegy vele, és addig egészen lehet mellé beszélni, ezért ezt a mindenki számára transzparens megoldást választottuk. Vadai Ágnes is, és minden egyes kétkedő hétfőn a saját szemével meggyőződhet a leírat hitelességéről. A többi ügyben várom a kérdéseit. Tehát, hogy jól értettem, hogy ön tud arról, hogy jelenlegi kormánypárti politikusok és kormánytagnak a neve is szóba került, Portik Tamás említette. Lehet-e azt tudni, hogy ön mit tud, milyen összefüggésben és hány ilyen képviselőről van szó? Én ismerem a teljes szöveget, a hanganyagot, a leíratot és minden egyebet. Tekintettel arra, hogy a Gál Szécsi ex-miniszter úr által felállt bizottság azt javasolta, hogy személyiségi jogok védelme érdekében a leírat anonimizált formában kerüljön feloldásra. Ezt javasolta a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szerveknek. Éppen ezért én ehhez tartanám magam, különös tekintettel arra, hogy ha ettől eltérnék, akkor bűncselekményt követnék el, amit nem szeretnék, ez gondolom érthető. Egyébként ismerem a szöveget, igen, én bízom benne, hogy abban az ügyben is elindulnak érdemi egyeztetések, hogy ez a szöveg akár teljes egészében legyen megismerhető, de még egyszer mondom, a lényegen nem változtat. Teljesen mindegy, hogy egy
az ön nevem van, vagy az ön neve van odaírva, az én nevem van odaírva, bárki neve van odaírva, ilyet tisztességes ember nem csinál. Parancsolj. Ja, bocsánat, a kisasszonynak még a... Igen. Az elmúlt napok sajtóeseményeit figyelve és politikai mozgását figyelve hát többféle érzés is kialakult bennem, és többféle vélemény. Ugye az a baj, hogy az egész ügynek az eleje nem lett ebben a kérdésben tisztázva. Ez a kormány elkötelezett volt amellett, hogy tekintettel arra, hogy Magyarországon évente 40 ezer ember hal meg kizárólag a dohányzás következtében, a dohányzást és az arra a lehetőséget adó valamennyi szabályozást szigorítani fogja. Ezért tiltotta ki a parlament egy törvényalkotással a nyilvános helyekről, a mindenki által látogatható helyekről a dohányzást, és akkor azt is elhatározta, hogy kevesebb helyen lehet dohányozni, és kevesebb helyen lehet majd dohányt vásárolni. Korábban 45 ezer, kb. 45 ezer vállalkozás foglalkozott dohánytermékek árusításával, az új rendszerben, előre ismerten, alig több mint 5000-en foglalkoznak majd ezzel. Nyilvánvaló volt, hogy ebből lesz érdeksérelem, az is nyilvánvaló volt, hogy ebből lesz némi vita. Egyébként a korábbi árusítók közül a dohánytermékek eladásának jelentős részét a multinacionális cégek tették ki. Nem tudom nem észrevenni az ő lobbiukat a lejáratás mögött. Az, ami a sajtóban megjelent, és remek alkalom arra, hogy akkor tisztázzuk, hogy helyi fideszesek döntöttek volna a trafikokról, ez egy szemenszedett hazugság. Én egy helyi fideszes vagyok, ha megengedik, Józsefváros polgármestereként szerintem mondhatom ezt, semmiféle erre vonatkozó döntést nem hoztunk. Nekem egyébként a saját környezetemben, sem a családomnak, sem az ismeretségi körömnek, senkinek nincsen trafikja, nem is tudom, hogy pályázott-e, nem is érdekel különösebben, és annak viszont örülök, hogy a korábban Józsefvárosban 200 helyen kapható, kb. 200 helyen kapható dohánytermékek most már csak 40-42 helyen lesznek kaphatók, de ilyen általános kijelentéseket tenni, hogy a fideszesek maguk döntötték el, nem szeretnék finomabban fogalmazni, ez egy szemenszedett hazugság. Nyilvánvalóan a multinacionális cégek lobbia, a dohánylobbi és a baloldali pártoknak az állandó hisztériakeltő szándéka van az ügy mögött. Ez egy nyilvános pályázat volt, bárki indulhatott. A törvény szelleme szerint világossá válhatott már egy évvel ezelőtt mindenkinek, hogy Magyarországon kevesebb helyen lehet majd dohányozni, és kevesebb helyen lehet majd dohányt vásárolni. Minden józan eszű ember tudta, hogy ebből némi konfliktus lesz. Ez van most. De ez ne legyen alkalmas arra, hogy egy-egy esetet kiragadva, vagy mint például Zsigó Róbert Fidesz szóvivő úr esetében teljesen alaptalanul feltételezésekre alapítva olyan írások és olyan politikai megnyilatkozások születnek, amelyek nélkülözik a valóságot. Ezt szeretném tisztázni. Tehát ez az álláspontom. Gondolom önnek is ez ügyben van kérdés. Kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy ugye azért kiderült, hogy sok esetben úgynevezett strómanok nyertek a pályázaton, akiknek se boltjuk, se alkalmazottjuk, se tapasztalatuk nincsen. Tudunk egészen fiatal kislányról, aki nyert a pályázaton. Nem kellene felülvizsgálni újra a pályázati feltételeket, megvizsgálni azt, hogy mekkora valóságtartalma van ezeknek a pályázatoknak, vagy nem kellene újra pályáztatni az egészet? Ha az ön példája szerint ugye egy egészen fiatal hölgy nyert, ha nem ő nyert volna, akkor most ő lenne a felháborodottak oldalán. Még egyszer mondom, ha korábban 45 ezeren foglalkoztak dohánytermékek árusításával, most pedig alig több mint 5 ezeren fognak, nyilvánvaló, hogy ez érdeksérelmeket okoz. Ez a pályázat egy nyílt, transzparens, mindenki számára megismerhető szempontrendszereken nyugvó, világos, egységes rendszer volt. Bárki pályázhatott. A pályázat eldöntésében, még egyszer mondom, a feltételezést is visszautasítom, hogy helyi fideszesek döntöttek volna.
Vélhetően azok az emberek, akik ezt gerjesztik, és ilyen információkat adnak egyébként tévesen önöknek is, ők azok, akik szerettek volna lobby tevékenységet kifejteni a saját ügyükben, és ez nem sikerül. Én szerintem alkalmas a trafik törvény arra, hogy egy társadalmi párbeszéd, egy vita folyjon körülötte, de arra nem lehet alkalmas, hogy alaptalan dolgokkal vádaskodjon a baloldal megint, és mint ahogy fél órával ezelőtt Varjú László valami egészen szánalmas sajtótájékoztatót hívogasson össze, különböző ilyen helyi, mondva csinált feltételezésekre alapuló összefüggésrendszerek feltárása véget. Zsigó Róbert bajai polgármestert, a Fidesz szóvivőjét azért támadták meg tegnap, mert a Facebook oldalon a rajongói között, az egy kisvárosban ez azért annyira nem megengedhetetlen, van egy, aki nyert a trafikpályázaton. Ne haragudjon a világ, ezt azért, hogy mondjam, finoman szóba is erőltetetnek, és egy egész picit izzadságszagúnak tartjuk, tehát folyjon erről egy értelmes vita, de ami most zajlik, és amit most generál a baloldal, és egy-két, bocsásson meg, akit illet, egy-két erre kapható újságíró, azért az a kérésem, hogy az ne legyen, mert köszönő viszonyban nincs a valósággal. Van még kérdése? Réder Kristóf, Lánchíd Rádió. Én még az előző témához kérdeznék. Gyurcsány Ferenc korábban azt nyilatkozta, hogyha a Fidesz szerint Labolcs Sándor bűnkövetett el, akkor hivatalból indítson eljárást, tegyen meg feljelentést. Tervez a kormánypárt tenni hasonlót, vagy akár magánszemélyek? Vizsgáljuk, ugye itt többféle álláspont van. Az egyik álláspont szerint, ha Labolcs Sándor titkosszolgálati vezetőként járt el, és operatív feladatot látott el, akkor a bűncselekmény elkövetésének a lehetősége, vagy hogy mondjam, a vágya, az szűkül, hiszen feladatát végezte. Ám de ha a feladatát végezte, és információkat kapott, jelesül azt, hogy az MSZP-seknek Portik Tamást vitt pénzt, jelesül azt, hogy vannak korrupt ügyészek, bírák, amivel Portik néhány bírót és ügyészt megvádolt, akkor miért nem lett ezeknek semmi következménye? Tehát Labor számára semmiképpen nem jó ez a helyzet, egyik verzióban sem érezheti jól magát, ha csak megjátszotta a szerepét, tehát azt, mint ahogy nyilatkozta, hogy ő tulajdonképpen ő az állam érdekében, a nemzet biztonságának érdekében találkozott Portikkal, akkor az ott felmerült információkat vajon ellenőrizte, vajon megtörtént-e az a szükséges, egyébként a nemzetbiztonsági protokoll szerint szükséges több oldalú ellenőrzés, amit ilyenkor meg kell tenni, vagy nem mond igazat, és tulajdonképpen nem erre volt ő kíváncsi, ezért nem is foglalkozott utána vele, hanem arra, hogy hogy lehet ezeket az embereket kompromitálni, lejáratni, és hogy lehet a választások tisztaságát ekképpen befolyásolni. Ez attól függ, hogy melyik valósult meg. Én ezért utaltam a sajtótájékoztató elején arra, hogy nagyon sok kérdést itt még tisztázni kell. Ugye nagyon fontos lehet tudni, hogy Labolcs milyen minőségében volt ott. Magánemberként volt ott, vagy titkosszolgálati vezetőként, mert ez a büntetőjogi megítélése szempontjából nem mindegy a történetnek. Van-e kérdésük? Amennyiben nincs, nagyon köszönöm a figyelmüket, és további kitartást kívánok ez a hosszú, izgalmas naphoz. Köszönöm, hogy eljöttek.